Magyarország területén a II. Világháborúban mintegy 53 ezer német katona vesztette életét vagy tűnt el nyomtalanul. Sokuk földi maradványa építkezések során kerül elő, de temetőkben is végeznek feltárásokat, hiszen a II. Világháborúban meghalt magyar és német katonák sírját semmi sem védte a rendszerváltozás előtt, legtöbbjük sírjele eltűnt. A baranyai és Tolna megyei exhumálások szervezése, a pécsi katonatemető tervezése és kivitelezése, valamint az első emlékünnepségek előkészítése Árvai András nevéhez fűződik. Az én családomban is végigharcolták az első világháborút, meg a második világháborút. Apámat 8 éves koromban ismertem tulajdonképpen meg, mert addig gyakorlatilag is ez készített arra, hogy amikor a nagy szakmámat abba hagytam, a cégnek voltam a főmérnöke, és megkapott azt, hogy ezt rendbe kellett tenni, és akkor volt rá lehetőség ezekre a dolgokra pénzt szerezni, és a kivitelezést irányítani. Baranya és Tolna megyéből exhumált 79 magyar, 205 német és 7 horvát katona, valamint 3 1956-os áldozat nyugszik a pécsi köztemető 30 éve felavatott parcellájában, mondta dr. Hohmann András, Ausztria tiszteletbeli konzulja azon a megemlékezésen, amit a Pécsi Lénau Közművelődési Egyesület és a Pécsi Német Önkormányzat 1991 óta minden év november 2-ára szervez a pécsi magyar-német katonatemetőben nyugvó áldozatok lelki üdvéért. A sírokban nyugvó katonák személye számunkra ismeretlenek, de voltak, akik ismerték és hazavárták őket. Szeretteik hiába várták haza a gyermekeiket, bőlegényüket, férjüket, a gyerekük apját. A sok-sok év telt már el, könnyeik felszáradtak ugyan, de a háború annyi elviselhetetlen megpróbáltatás gyászt hozott, hogy lehetetlen elfelejteni. Nem kellett volna így történnie. A megemlékezés koszorúzással zárult.